Na, hello srácok, sziasztok, itt a Jules. Sárváron vagyok jelenleg, ahol van egy nagyon pici... De miért oda nézek, amikor ott az óra? Szóval van egy nagyon pici időm. Ez alatt az idő alatt gondoltam, megosztok veletek egy... Hát, most jó hírnek mondható tulajdonképpen minden szempontból. Ugye pontosan tudjátok, hogy nem nagyon van mostanában gameplay stream. Ugye ennek több oka van. Egy az, hogy múltkor elmondtam, hogy nagyon nincs értelme, mert elfogytunk rajta. Kettő, nem nagyon van időm, mert általában reggeltől estig kín vagyok, és futárkodom. A harmadik ok pedig az, hogy arra már igazából nem emlékszem, de mindegy is, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy kitaláltam valamit, amit múltkor felvetettem, és azóta utána jártam egy kicsikét, hogy lehetséges-e. Na most az a helyzet, hogy lehetséges. Max annyi, hogy majd igyekszem koncentrálni és odafigyelni, és egyebek. El fog indulni egy új rovat, aminek az lesz a neve, hogy Jules on the Road. Ami konkrétan azt jelenti, hogy beszerzek egy telefontartót ide az autóba, mert jelenleg még nincsen, csak GPS tartom. És ki fogom ide tenni, és menni fog az élő közvetítés, miközben én megyek az utakon. Tehát ergo ez olyan, hogy elviszek titeket magammal melózni. Nyilván nem mindent fogok megmutatni. Tehát egy olyan telefontartót akarok beszerezni, hogy tudjam váltogatni a nézetet, hogy néha lássátok, hogy merre megyünk, meg lássatok engem is, hogyha váltogatni szeretnék. Tudom, hogy mindannyiótoknak, vagy hát a javarészt a csapat nagy részének iskolai időszaka van, tehát nem mindenki tud majd valószínűleg ott lenni. Tisztelt a kivételnek, aki ott tud. Ha más nem, akkor visszanézzetek. Ez tulajdonképpen arról fog szólni, hogy megyünk, és ha közben felmerül kérdés, akkor beszélgetünk. Nyilván korlátozottan fogom olvasni, mert útra kell figyelni, útra fogok koncentrálni, de telefon nem lesz a kezemben, tehát innentől kezdve úgymond teljesen legális a történet, mert tulajdonképpen nem csinálok más, csak videót közvetítek, tehát ergo ebben semmilyen bűn nincsen. Az engedélyt megkaptam hozzá, csináljuk egészen addig, amíg lehetséges. Ezt azért is szeretném, mert múltkor azt vettem észre, hogy sokkal több értelme van az ilyesfajta vlogoknak, mint a gameplayeknek mostanában. Egyrészt, hogy a gameplayekkel nem tudok mindig versenyszinten lépést tartani, mert ugye nincs meg semmi olyan, nem mindig tudom időbe beszerezni azokat a címeket, amikre nyilván a nagy közönség kíváncsi. Plusz a nagy közönség már olyan streamereket néz, akik befutottak. Ha én nem is futottam be, azért nekem még mindig itt van a kis csapatom, és bízom benne, hogy ha átváltunk egy kicsikét vlogosabb működéskörre, vagy nem is tudom, úgy fogalmazzak, akkor ezzel egy picikét tudnánk növelni a nézettségünket és újra alkotni. Plusz szerintem rengetegen kíváncsiak arra, hogy hogyan is zajlik egy ilyen. Ha csak kiindulunk Estél Lacikából, vagy hogy is hívták basszus ezt a másik faszit? Most hirtelen akkor gyorsan akartam mondani. Mindegy, van egy öreg, illetve nem öreg, hanem félig meddig öreg bácsi, aki ugye a kamionos útjait rögzíti. Tehát úgy, hogy fel van neki téve ide felülre a kamera, és akkor tulajdonképpen innen végig rögzíti az útját, és közben válaszol azokra a kérdésekre, amik felmerülnek így a szakmát illetően. Na most nyilván az én szakmámmal kapcsolatban sok kérdés nem merülhet fel, de azért van ebbe is, amit meg lehet kérdezni. Na azokra egyébként tulajdonképpen szívesen tudnék válaszolni. Meglátjuk, én elindítom, csak jövő hónapban fogom tudni beszerezni az ehhez szükséges tucokat. Úgyhogy most csak szóltam előre, hogy valószínűleg ez lesz. És kipróbáljuk, hogy milyen. Egyébként, ha érdekel, vagy bármi kérdésetek felmerül már most, akkor a videó alá kommentbe írjátok meg, és akkor megpróbálok minél többre, minél gyorsabban válaszolni. Szóval Jules on the Road is coming. Ez a lényeg. New stream, new series, új sorozat. És ezzel tulajdonképpen mindennapossá tudom tenni a streameket, és be tudom pótolni azokat az időszakokat, amik ugye a egésznapos munka miatt kimaradnak. Tehát ergo itt tudtok velem lenni, ha szeretnétek. Ha nem, akkor meg nem. De ez majd úgyis ki fog derülni az elején. Hát ha nem is az elején, mert a közepfele. Mindegy, majd valamikor kiderül. Az a lényeg. Ennyit szerettem volna. Ha tetszett, akkor lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok fel, terjesszétek, és a többi. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!